Természetes, hogy a világ tragédiája nem csak az ukrajnai háború, hanem minden háború, ami most zajlik valójában. De hát ez van itt közel, ez van a szemünk előtt. Figyelmeztet bennünket a saját háborunkra, a saját életünk kríziseire, hogy abban is hogyan vagyunk. És a béke az először a szívben akar megszületni. Mindnyájan erre vágyunk. A békés, örömteli szeretetre. És ezt tanulni kell, ezt akarni kell, ezért áldozatot kell hozni. És ezért kell egy zarándoklatra is elindulni időnként, hogy kimozduljunk a saját életünkből, és nézzük meg, hol nincs béke, miért nincs béke. És hiszem, hogy egy ilyen út mindig megtisztít, elgondolkoztat, új fényeket, új reményeket hoz, és amikor megérkezik az ember, akkor rátalál erre a szeretetre, és rátalál erre a biztonságra. Segítem. A különösebb fiúkat nagyon kérni. Tenkes csárdánál lesz. Segítsünk, ketten-hárman próbáljunk. A testvéreket, hogy mindenki fogalmazza meg a maga imaszát. Ne legyen többé háború, a szomorú.